bolygónk legégető problémáival a 20. században csak regionális szinten foglalkoztak a nemzetek. Mára azonban már nem csupán a víz tisztasága globális kérdés, hanem az árvizek, aszályok és a vízszennyezések által okozott növényzet, folyók, tavak károsítása is. A 21. század generációjának pedig az a feladata, hogy gátat szabjon a környezetszennyezésnek. Erről Dévai György professzor beszélt a Vízvilágnapja alkalmából megrendezett ünnepségen a Megyeházán. A professzor szerint a világ vízhelyzetének felméréséhez az iránytű a biodiverzitás. A lényege a biodiverzitásnak az, hogy az élővilág milyen mértékben van jelen vizeinkben. A biodiverzitásnak nagyon sokféle szintje van. A legközismertebb, ugye egy egész előadás lehetne erről a különböző szintekről tartani, az a faji szintű biodiverzitás, amikor az élő vizekben lévő fajoknak a mennyiségét és természetesen mienségét mérjük föl, tehát hogy ezek a fajok az adott víz számára mit jelentenek. Na most a természetességnek az egyik legfontosabb fokmérője, amivel a legjobban meg lehet ítélni, hogy mennyire természetes egy víztér, az az élővilágnak a fajösszetétele, a vízi élővilág fajösszetétele. Egy liter természetes vízben akár 5 milliárd élőlény egyed is található. A vizek természetességi állapotát ezen élőlények vizsgálatával lehet megítélni. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság megyei területi szervezetének közös rendezvényén Bodnár Gáspár kiemelte. Fontos, hogy a következő generációk érezzék azt, hogy ez a víz milyen fontos, milyen sérülékeny. Nap mint nap láthatjuk, hogy milyen gondot jelent az, hogy vagy sok víz van valahol, vagy nagyon kevés víz van. És ez jelentkezhet egyszer egy éven belül is, akár egy időszakon belül is, vagy egy térségen belül is. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei részen például van egy szakasz, ahol belvízvédekezést folytatunk jelen pillanatban, Felső-Szabolcsban, és vannak olyan területek, ahol továbbra is a vízhiány van, hiszen a nyírségben vannak olyan víztározóink, amik szárazak, az elmúlt években kiszáradtak, és most éppen abban bízunk, hogy a holvadásból majd talán sikerül megfelelő szintre feltölteni. Tehát kettősség van, a vizek többlete és hiánya jelentkezik szélsőségesen a klímaváltozás miatt, minden mellett pedig az emberi tevékenység, a vízszennyezés okoz rendkívüli problémát. A rendezvényen az is elhangzott, új szennyezőanyag jelent meg, a műanyag, illetve a mikroműanyag, ami már kimutatható a felszíni vizekben is.